Ismét Amerikából érkezett egy csoport a baptista szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc általános iskolájába. Török Szent Miklós az egyike annak a hat helyszínnek, ahol jelenleg a Hoops for Hope önkéntesei kosárlabdatábort tartanak. A non-profit szervezet 5 tagjának irányításával a kölcseis tanulók az edzéseken nem csak a kosárlabda alapjait sajátítják el, hanem ahogy Mark Weibel csapatvezető mondta, jobb emberekké is válnak közben. Milyen céllal érkeztek ide és mi zajlik most jelenleg a Kölcseiben? Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, ez már a második évünk itt Török Szent Miklóson, és egy szervezettel utazunk a világ körül, és kosárlabdát tanítunk a gyerekeknek. Milyen korosztályú gyerekek vannak itt? 8-18 éves korig dolgozunk a gyermekekkel, tehát én már 65 éves vagyok, de vannak itt fiatalabb edzőink is, akik még 10 évesek. Hogyan zajlik az edzés? Nagyon jó, nagyon ügyesek a gyerekek, mindig itt vannak időben, jönnek és lelkesen csinálják a dolgokat, és nagyon-nagyon figyelnek arra, amit mondunk nekik. És milyen gyakorlatokat végeznek itt, tehát mire készülnek? Tehát az alapokat próbáljuk megtanítani, tehát labdavezetést, passzolást, dobást, védekezést, kizárást, és ugye próbáljuk emellett azt is megmutatni, hogy hogyan néz ki nagyban a játék, tehát mi volna a játéknak a nagyobb képe, amellett, hogy megtanulják az alapokat is. Ugye tavaly voltak először, idén másodjára, lehet-e ezt már hagyománynak tekinteni? A baptista szeretetszolgálat meghívására jövünk, és ahova ők küldenek bennünket, mi oda megyünk. Mi elérhetőek vagyunk, de ugye kell mindig a meghívás, és hogy hova menjünk, ahhoz, hogy jöjjünk. Ugye része az is a táborunknak, hogy nem csak arról beszélünk, hogy hogyan lehetnek jobb kosarasok, hanem arról is, hogy hogyan lehetnek jobb emberek. És ezt úgy tesszük meg, hogy arról beszélünk, hogy célja van annak, hogy itt vagyunk. És ugye ez a cél pedig az, hogy kapcsolatunk legyen Istennel. God has a great plan for our life. És ezt pedig úgy tesszük, hogy beszélünk arról, hogy van egy terv az ő életükre, és ugye megvan a tervük, és ugye ezt ki kell találniuk, hogy hogyan tudják ezt a tervet betölteni, hogyan tudják ezt megélni. Ezért jövünk ide Török Szent Miklósra, hogy segítsünk a fiataloknak, hogy jobb kosarasok legyenek, jobb emberek legyenek, és ugye ezáltal Török Szent Miklós jobb város legyen, Magyarország jobb hely legyen, és Európa is jobb hely legyen. Tehát, hogy a gyerekeké a jövő, tehát ők a jövő. És szeretnénk azt nekik elmondani, hogy fontos részük van a társadalomban. A tudás és az élmény mellé a tábor végén egy-egy kosárlabdát is kapnak a gyerekek.